kívánunk a Makház munkatársaink mindannyiunknak. Köszönjük szépen, megtiszteltek minket. És általában, amikor a reklámról esik szó, mert már pedig most azt gondolom, hogy annak a helye itt van, akkor azt mondják, hogy ez az előadás nem jöhetett volna létre, és akkor mondanak egy valami, általában egy nagy személyintézmény. Én ugyanígy kezdem ezt a mai estét, hogy ez az előadás nem jöhetett volna létre, hogyha Deli Csaba annak idején, 30 évvel ezelőtt nem maglózón dolgozik, néhány évet, 4-5 évet úgy tudom, de majd esetleg elmondja, hogy ha tévedtem. És pedig azért nem jöhetett volna létre, mert Deli Csabának a munkájának az eredménye az, amit ma este fognak látni. Persze mellette még nagyon sokan dolgoztak, de Csaba kezdte, és Csabának a személyisége rányomja az egész produkcióra a bélyeget. Itt tanított nálunk és Maglódon, és vannak olyan művészek, akik most már a zenekarban muzsikálnak, Maglódi létükre. Vannak olyanok, akik akkor szerették meg a fúvós zenét, vagy egyáltalán a zenét. Csaba visszakerült Budapestre, és akkor megalakított ezt a nagyszerű együttest, amelyiket az előadásnak a második felében fognak látni. Mi köze a két együttesnek egymáshoz? Ezek testvére együttesek. Testvére együttes, a nagyobb testvér, az, aki később fog muzsikálni, és az első, a kisebbik az, akit most fogunk látni. Na most, hogy a második együttesünknek, illetve a fiatalabb együttesünknek a vezetője, Jutasi Miklós, ő is 100 szállal kötődik Deli Csabához. És minden egyes fiatal művész kötődik Deli Csabához, és kötődik ehhez a két nagyszerű együttes. És akkor most beszélek néhány szót az első együttesről, azért, mert 20-án, december 20-án mindenki karácsonyán felléptek, és én őszintén mondom, nagyon sok előadást láttam, koronát fogva is, meg szeretem is a muzsikát, de ilyen jókedély, ilyen vidámat, ilyen kedveset, nagyon-nagyon ritkán, hogy tényleg repesett az embernek a szíve, mikor meglátta, hogy korombeli emberek vagy tagok, akiknek unokái van, ott vannak, szíven éleke, akkor unokaszerű fiatalok ott vannak, és vigyázállásban, és alig várják, hogy megfújhassák a hangszerüket, és mindenki szíven éleke csinálja ezt professzionális szempontból is tökéletesen. Tehát nem csak arról az, hogy lelkesedéssel, hanem hatalmas tudással. Itt vannak a művészeti iskoláknak a tanárai, akik tanítanak az iskolában, idejönnek, muzsikálnak, mellettük a tanítványai. A mostani tanítvány, az ezelőtt 5 évbeli tanítvány, aki visszajön, adott ponton egyetemre jár és visszajön muzsikálni, ez nem ebben az esetben, hanem a Filharmóniák esetében fordult elő. Tehát ez egy csodálatos dolgok, ez egy szervesen kialakult csodák, és ezt fogjuk mi ma este hallgatni a Maglódi Vermesi Péter Művészeti Iskolának a fórzenekarát, utána pedig a Rázenét. A Rázen ez a 17. kerületnek a művészeti iskolájának a fúvószenekar, én abból kinövő fúvószenekar. Nem is akarom, hogy látni, bocsánat, hogy ilyen sokat mondtam, de ez a lelkemben volt, ezt el kell mondani, mert ilyen csapatot én nem láttam, és nagyon-nagyon örömetek, hogy a Maglódi zeneiskola, zenei élet pontosan az ilyen Deli Csabák és Jutasi Miklósokon keresztül eljutnak oda, hogy kompatibilis a világ. Világ mondható, mert a Budapesten ott van a világ színvonal. Tehát akkor nagyon-nagyon sok boldogságot és sikert kívánok a csapatoknak, önöknek pedig jó szórakozást, és át is adom a szót a nagyjából vele egykorú Veres Lászlónak, aki ugyancsak boldog nagyapa, és ennek a fiatal együttesnek a szószólója, ő majd fogja vezetni tovább az együttes. További jó szórakozást! Jó estét kívánok, és sokan meg ezeket. Majdnem mindent elmondtál István, de amit nem mondtál, vagy én el fogom mondani, hogy nem biztos, hogy unatkozni fognak, mert aztán lesznek ám nagyon jó zeneszámok, de egyelőre egy 40-50 percet fogok itt beszélni, vagy nem. Szóval, azt hiszem, hogy itt a zenekar legtöbb tagjának is meglepetés, hogy én előre jöttem, mert engem mindig hátul hagynak. Na, ugye. Szóval, először is szeretettel köszöntjük Önöket a csapat nevében.
Boldog új esztendőt kívánok, és remélem, hogy amikor majd mennek haza, akkor nem Csernobyltől leszólt Lindberget, mint amit én csináltam, mielőtt jöttem ide, mert nagyon nagy jég van. Hölgyeim és uraim, tehát a boldog új esztendő az teljesen majd, úgyhogy ne legyen probléma. Engedjék meg, hogy a zenekarnak a vezetőjéről és alapítójáról mondjak néhány szót. Jutasi Miklós Magolodváros Domján Edit díjjal kitüntetett mestertanárja. Öt évvel ezelőtt alapította a zenekart körülbelül, amely zenetanár kollégákból, tanítványokból és zeneszerető magolódiakból áll. Ez egy koedukált zenekar látszik is, csinos lányokból és komoly fiatal emberekből áll. Nagyon örülök annak, hogy terjed az zenekarunk híre a városban, és idén már újabb tagokkal lettünk gazdagabbak. Önkéntesen szabadidőt feláldozva jönnek a próbára a zenészek. Ami számomra nagyon fontos, hogy kérésükre egy dobfelszerelést is vásárolhattunk, amivel teljesen bevált a hangzásunk, remélem, hogy így lesz. Habár a dobosról nem tudják, hogy ő a zenészek barátja. Nem tudják? Ez így van, ezt szokták róla mondani, hogy nagyon utálom, mikor mondják. Sőt, azt is mondják, hogy én már nem vagyok közönség, de még nem vagyok zenész. Szóval ezeket találják ki. El kellett mondjam, hogy lassan egy éve együtt dolgozunk, zenélünk, ami számomra nagy megtiszteltetés. A próbák nagyon hangulatban telnek, köszönhető Miklós egyéniségének, a lányok kuncogásának és az összerázódott csapat humorának. Sok fellépéssel vagyok túl, jó magam és sok közös élményt kaptam, akár a magházban, akár nemzeti ünnepen, vagy amikor számomra teljesen ismeretlen módon végigzenedtük a várost egy képkocsi platóján, és több helyen vendégül láttak minket. Nekem ez teljesen új volt, én 2,5 éve lakom Magradon, és már is beleszerettem a városba. Hát Istennek ez nem Budapest. Szóval Miklós megkért, hogy konfereljek, ez olyan, amikor a dobos közbeszólt, hát akkor én is közbeszóltam. Nagyszerű az is, hogy a mostani műsorban együtt léphetünk fel egy 40 éves aranydiplomás zenekarral, és igyekszünk megfelelni önöknek. Még jó, nem kell versenyezni, na majd 35 év múlva. A koncerten természetesen elhangzanak magasztos, klasszikus, pattogós dalok, és természetesen vidám és modern dalok is. Az első dal mindenkinek ismerős lesz, mert ez az Eurovízió szignálja. Marc-Antoine Charpentier Tedeum című dal következik 1680-as évekből.
egy fúvózenekarról szó van bárhol a világban, akkor azt hallja valaki, hogy fúvózenekar, akkor trombiták, szaxofonok, fa, rezek, kisdob, nagydob, cintányér, akkor az induló, ami először eszünkbe jut. Akkor folytassuk egy indulóval, hallgassanak meg egy indulót, amely címéhez méltóan lendületes lesz, hiszen az a címe, mi különben úgy jegyezzük, hogy 20-as, de amúgy az a címe, hogy lendülettel. Thank you.
srácok, szóval segíteni kell magunkon. De ugye vagyunk végül is egy ilyen szép, szent dal után. Most egy lendületben című dalt fogunk eljátszani. Németül Auf zum Start. Ez a címe. Hát, hogy ez miről szól, milyenek voltak a kezdetek, azt én sajnos nem tudom, mert még csak egy év vagyok a zenekarral, lehet, hogy a többiek már sokan tudják. Most a kezdetekről szól Auf zum Start címmel. Jó kis induló! Azért nem kell adni. Az én Amsterdamom, azt mondják,
ez a címe. Ez a város egy nagyon sokszínű, izgalmas hely, ahol sok híres festőművész élt és él, a főtéren zenészek, zsonglőrök is szórakoztatják a turistákat. Én is találkoztam egy dobossal, úgy hívják, hogy János, ott meg lehet találni a városházával szemben egy dobfelszereléssel együtt. Ebben a hangulatban hallgassuk meg tehát a Messe aus Amsterdam, magyarul talán az, hogy Csintalan Pici Leányka Amsterdamból. Hát az következik. Fantabja, ezt nem mondom. Az a címe ennek, hogy szabad idő, szép idő, a szabadságról szól. Mi ezt úgy hívjuk, hogy 18.